Bár az óvodások kis ajándékai, zászlói, díszei ott vannak a Petőfi szobor talapzatán, ez a március 15-e most más lesz itt Kiskörösön és az egész országban is. A koronavírus járvány elleni védekezést irányító operatív törzs szakmai ajánlását elfogadva ugyanis Kiskörös város önkormányzata a hétvégére tervezett minden programot lemondott. További információkat hallhatnak a következő riportból, melyet néhány perccel ezelőtt Domonyi László polgármesterrel készítettünk a Városházán. Azt gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy óráról órára, sőt lassan percről percre változnak az információk, amelyek az most aktuális koronavírussal kapcsolatban érkeznek hozzánk a médián keresztül. Azért én fontosnak tartom, hogy polgármester urat személyesen is megkérdezzük arról, hogy Kiskörösön mire kell számítani. Igen, a kormány fél órával ezelőtt jelentette be, hogy rendkívüli veszélyhelyzetet hirdett koronavírus miatt, és az ezzel kapcsolatos összes rendelet fog majd szinte mondom, hogy órákon belül megjelenni. Azt tudjuk, hogy ez egyértelműen azt jelenti, ahogyan azt a televízióban is a miniszter úr elmondta, hogy 100 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet zárt térben megtartani, szabadtéren 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Ezeket természetesen mi azonnali hatállyal a városra érvényesnek minősítjük. Az intézmény vezetőkkel egyeztetni fogunk. Az iskolai rendezvényeket, iskola kirándulásokat, külföldi utakat a kormány nem ajánlja, sőt a közintézményeink betiltja. Tehát ezt az iskola vezetői fogják tudni. Ez Kiskörösre egyértelműen azt jelenti, amit reggel mi lenyilatkoztunk, hogy a március 14-i és március 15-i és a március 15-ihez kapcsolódó összes rendezvényt lemondjuk. Itt értendő a szavaló versenyekre, a 24 órás versmondásra, a városi rendezvényekre. Sajnos érinti a díszünnepségünket, érinti a koszorúzást, érinti az ismerős arcok koncertet, tehát mindent le kellett mondjunk, le is mondtuk. Ez azt jelenti, hogy Kiskörösön nagy sajnálatunkra, Petőfi szülővárosába a március 15-i ünnepségek nem lesznek megtartva ebben az évben. A következő napok programjait hogy érinti, hiszen ugye itt már azt tudjuk, hogy az intézmények nagy programjaikat, például a művészeti iskola koncerteket lemondta, tehát vannak itt például lakossági fórumok is, amelyeket hirdetett az önkormányzat, nagy koncertre készült ugye az önkormányzat április 13-án, a sportcsarnokban, Agrár Expo készülődött, városi napokra készülünk, tehát hosszú távon hogyan képzelik el a jövőt? Jelen pillanatban ez a vészhelyzet most éjféltől március 31-ig van érvényben az elképzelések szerint. Az, hogy áprilisban mi lesz, ezt mi is kíváncsian várjuk. Nyilván minél hamarabb szeretnénk tudni a további kimenetet. Nem sok jóra számíthatunk, ahogy én most így kiveszem a kommentárokból, hogy mi is lesz. Azt látjuk, hogy a vírus lemenetele nem márciusi csúccsal lesz. De jelen pillanatban csak március 31-ig beszéljünk, március 31-ig az önkormányzat, az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények sajnos az összes rendezvényünket le kell, hogy mondjuk. Ez kapcsolódik, én azt gondolom, ha komolyan vesszük, akkor a lakossági fórumokra is. Ezért már a csütörtöki lakossági fórumot sem gondolom megtartani. Vegyük komolyan a kormányzati döntéseket, és én azt gondolom, ha mindenki komolyan gondolja, és mindenki betartja a szabályokat, ez akkor lesz érvényes, és akkor lesz eredményes. Ne vagánykodjunk, ne akarjuk a szabályokat áthágni, és legyünk mi a legügyesebbek. Mindenkit arra kérek, hogy tényleg kellő komolysággal és kellő odafigyeléssel viselkedjenek koronavírus szabályozás ügyében.
Sajnos azt is tudni kell, hogy ez a rendkívül veszélyhelyzet azt is hozza, hogy aki az ilyen irányú intézkedéseket megszabja, az bűncselekményt követel, tehát ezt is tudni kell, és hogyha mindnyájan betartjuk a szabályokat és komolyan vesszük, akkor eredményes lesz a kormány és Magyarország védelme. Lehet, hogy 100 főbe húzták meg a rendezvények létszámát, egy számot ki kell mondani, de én azt gondolom, hogy itt kiskörösen gondolkodjunk úgy, hogy rendezvényeket nem tartunk, ahol már 20-30 ember jön össze, az is lehet veszélyhelyzet. Egyenlőre menjünk el a boltba, dolgozzunk a munkahelyünkön, vásároljunk a boltokba, és legyünk a családdal otthon, és ezeket a rendezvényeket, ahol szorosan egymás mellett ülve, órákon keresztül előadást, vagy bármilyen olyan fórumot kellene tartani, ezeket mellőzzük. Ugye azt tudjuk, hogy országos szinten az operatív törzs az, aki rendszeresen összeül, és a kormánynak az instrukciókat adja arról, hogy mi az, amit be kellene vezetni. Itt Kiskörösön létezik-e egy olyan csapat vagy csoport, akik ezeket a döntéseket megelőlegezik, vagy esetleg polgármester úrnak tanácsot adnak arról, hogy milyen irányba kellene elmenni? Az operatív törzs irányítását a belügyminisztérium, az egészségügyi minisztérium végzi. A belügyminisztériumhoz tartozik a katasztrófavédelem. A katasztrófavédelem kollégái első kézből tájékozottak. Mi mondhatom azt, hogy percpontos kapcsolatban vagyunk velük. A jogi részekben jegyző úr az, aki napra kész most az intézkedésekkel, és tartjuk a kapcsolatot természetesen az ANTS vezetésével is, megyei főorvos asszonnyal is éppen tegnap beszéltük át, hogy az ő javaslata mi. Ő nagyon helyesen elmondta a szabályokat, de azt is elmondta, hogy azért ő azt javasolja, hogy ezt vegyük komolyan. Tehát amiket mi betartunk, azok mögött azért nagyon komoly szakmai átbeszélések is vannak. Mi tartjuk a kapcsolatot, mint önkormányzat és mint intézmény tulajdonosok, felügyelettel rendelkezők, és az instrukciókat adjuk le az intézményeinknek is.